Én azt gondolom, hogy csak zöld kiút van igazából, ugye ennek a jelenlegi gazdasági válságnak egy kulcsmozzanata az az, hogy nem volt fenntartható az a gazdasági rendszer, amit az utóbbi 30-40 évben kialakult. Túlságosan kizsákmányolta a földet, a biodiverzitást, a természeti értékeket, túlságosan kizsákmányolta a jövő generációkat, túlságosan kizsákmányolta a szegényebbeket. Tehát egy csomó szempontból pont azért van válság, mert fenntarthatatlan a jelenlegi gazdasági rend, és azt kell, hogy mondjam, hogy ugye pontosan a fenntarthatóság gondolata az, ami leginkább a zöld gondolathoz kötődik, ez az az érték, amit a zöld gondolat hoz be a mai közvitáinkba világszerte, tehát ebből a szempontból szerintem nem túlzás azt mondani, hogy csak fenntartható, csak zöld megoldással létezik ennek a jelenlegi gazdasági válságnak. A szellemi muníció megvan, ma már inkább az a kérdés, hogy a politikai rendszer hogyan tudja adaptálni azt az alulról jövő nyomást, ami ki fogja kényszeríteni, hogy ezek a fenntarthatósági elemek beépüljenek a gazdasági politikai rendszerünkbe. Túl vagyunk a rendszerváltás mindent megváltoztató időszakán, és ma már bizony nagyon intenzív tanulásban vagy a magyar társadalom. Minden válság újabb és újabb igazságokat értett meg a magyar társadalommal.